Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit, a jelenlévőket, és üdvözlünk mindenkit az interneten. Akkor kérlek, hogy csendesedjetek el a gyerekeket. Ja. Majd imádkozunk a gyerekekért, meg a gyerek megőrzésért. Köszönjük szépen! Isten hozott titeket, kicsit várunk, látom, hogy így növekszik a nézőszám, itt elcsendesedik itt a háttér, és hát nyilván ma is egy nagyon különleges alkalmunk van. Lesz egy bevezetőnk és egy főüzenetünk, egyiket se én mondom, csak egy pár szó, még itt összegyűltök, és lesz majd néhány bejelentés is, kicsit később, amikor itt többen együtt leszünk, hogy senki ne maradjon le semmiről. Csak egy nagyon-nagyon rövid gondolat, mert nem az enyém a bevezető, de így nagyon szívemen volt ez ma, hogy nem tudom, hogy ezt már egyszer mondtam, hogy hányan érzitek azt, hogy nagyon őrült világban élünk manapság. És hogy még a nem hívő emberektől, a kollégáimtól is azt hallom, hogy egyszerűen nem szeretnek élni ebben a világban, de hogy ugye arra gondoltam, nyilván ez, hogy nekünk van egy annyival másabb, nekünk van egy más perspektívánk, úgy értem, hogy nem leszünk depressziósak, mert ilyen dolgok vesznek minket körül, de hogy ugye ott volt a szerdai üzenet, majd hallgassátok meg ugye a csüggedésről, hogy ez így erőt vehet rajtunk. De hogy annyira fontos nekünk, hogy ezeken az alkalmakon, amikor így itt vagyunk, hogy ennek van egy célja, hogy Isten szólni akar hozzánk, hogy egy értelemben feltöltődhetünk, bár nem nagyon szeretem ezt a kifejezést, mert nem az a cél, hogy Isten tiszteletről Isten tiszteletre éljünk, hanem ez segít nekünk a mindennapi járásunkban. És csak ezt akartam mondani, hogy annyira fontos, hogy jelen legyünk a szívünkben és az elménkben, mert könnyen bejövünk úgy, hogy itt végigülöm ezt az alkalmat, de hogy így nem tudtam lenyugodni, nem tudtam Istennek adni a figyelmemet, a gondolataimat, de hogy engedjük meg neki, imádkozzunk ezért, hogy tényleg, amikor itt vagyunk, az olyan, mintha találkoznál valakivel, és akkor csak ráfigyelek, nem nézem a telefonomat, az értesítéseimet, nem máson gondolkozok, hanem ott vagyok vele, figyelek arra, amit mond, és hallgatom, és ezt fogjuk tenni most is. Úgyhogy akkor megkérem a Fehér Józsit, egy bevezető erejét. Jöjjön ide. Ezt tudja, akkor köszi. Köszönöm. Ezt levehetem. Jó, azért ez egy nagy kiváltság itt állni, mert le lehet venni a maszkot. Amúgy is. Sziasztok! Mindenkit üdvözlök. Ott is, az interneten, és itt is. Itt már volt alkalmunk üdvözölni egymást, meg imádkoztunk is, de azért még egyet imádkozunk most. Jó, az üzenetért is. Drága mennyei atyánk, neked adjuk most ezeket a gondolatokat. Hisszük és elfogadjuk ezt tőled, nem mástól, hogy ezt te adod, és hogy rajtunk keresztül szólsz most mindannyiunk szívéhez, és kérünk, hogy adj egy befogadó szívet, amivel tudjuk fogadni a te szavaidat. Adj egy befogadó szívet, Atyám, amivel tényleg valóban el tud jutni oda, ahova szükségünk van rá, ahol tényleg valóban megérint minket, és átformálja a mi életünket. Kell lesz hozzá, Atyám, szükségünk van rád, Jézus. Köszönjük. Te drága szent nevedben imádkoztunk. Amen. Amen. Oké, annyira vicces volt a mai felkészülésem, mert az utolsó pillanatig formálta így az Úr a szívembe ezt a gondolatot, és aztán hirtelen mindent kitörölt. És itt az itteni beszélgetéseim alkalmával csak így egy új gondolat született a szívemben, és hiszem, hogy az Úrtól van, és az a reménységem most, hogy ez segít minket abban, hogy
belépjünk Istennek a jelenlétében, oké? Legyen egy ilyen várakozásunk most, jó? Hogy Isten jelenlétében vigyen minket be ez az üzenet. Hát szeretnék felolvasni egy verset, gyorsan ezt a Máté 22-ben a 37-es verstől. Azt mondta, hogy Jézus így válaszolt, ugye a farizeusok kérdezték őt fel, és akkor Jézus így válaszolt nekik, hogy szeresd, ez az új parancsolatról szól, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Amit itt Jézus tett tulajdonképpen, hogy mindazt a 10 parancsolatot, amit adott az Izrael népének Isten, és plusz még azt a további 613 rendeletet is, amit adott az Izrael népének, az 2 darab parancsolattól tette függővé. Azt mondta, hogy ha ez megvan, ez a 2, akkor valójában az összes többi betöltetett, ami szívünkbe, és létrejött bennünk. Elképesztő, nem? Ez egy ilyen emberileg felfogni ezt, és emberileg belegondolni ennek a súlyába, azt mondom, hogy lehetetlen. Lehetetlen. És itt van ez a 2 parancsolat, ami azt mondja az egyik, hogy szeresd az Urat, a te Istened teljes szívedből, teljes lelkedből, és aztán ott van a másik, ami azt mondja, hogy szeresd a te fele barátodat, a te társadat, a te melletted élő embereket, és mindenkit, aki körülötted van, legyen az rokon, barát vagy idegen. És ez a 2 között van valami érdekes kapcsolat. Egy nagyon különleges hatás van a 2 között. Ugye ott van Isten, és azt mondta, hogy abban fog megmutatkozni, hogy ti szerettek engem, hogyha ti szeretitek egymást. Ez ugye, tehát, hogy már valamilyen függést hozott létre ez között a 2 törvény, 2 parancsolat között. És szeretném kihangsúlyozni azt, hogy ez parancsolat. Oké? Okay? És most egy kérdést szeretnék gyorsan feltenni nektek. És lehet válaszolni, jó? Isten adna nekünk olyan parancsolatot, amit nem tudunk véghez vinni? Egyértelmű, nem? Van igen, nem, igen, nem, igen. Megosztanak. Nyissunk egy vitát. Jó. Én azt mondom, hogy igen. Isten ad olyan parancsolatot, amit mi nélküle nem tudunk végrehajtani. Nélküle nem megy. Oké? Okay? Nélküle nem fog sikerülni. És ez a 2 parancsolat valójában mind a 2 része nélküle nem megy. Azt mondja, szeresd a Urat, a te Istened teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez anélkül nem jött volna létre, ha Isten nem szeretett volna minket előbb. És azt mondta, hogy ő keresi ezt a kapcsolatot velünk, hogy ő szeretné ezt a kapcsolatot velünk létrehozni, ezt a szeretet kapcsolatot, hogy szeretné megmutatkozni egy személyes módon a mi életünkbe. Ezért jött el Jézus Krisztus. Ezért halt meg, hogy létrejön ez a szeretet kapcsolat. És ebben a szeretet kapcsolatnak a fontosságában akarta megmutatni azt, hogy ő mennyire szeret minket. Elképesztő. És ezáltal jön létre ez, hogy mi képesek vagyunk őt szeretni ezen a személyes kapcsolaton keresztül. És aztán most tovább megyek,
Mert valójában a második parancsolat, ami azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, vagy szeresd itt a gyülekezeti tagokat, vagy egymást szeressük, el se tud létrejönni nélküle. Anélkül, hogy nem lépnénk bele előtte az első parancsolatba. Tehát az első, hogy legyen egy személyes kapcsolatom Istennel, nélküle nem megy. Nélküle nem tudok, bocsánat, szeretni titeket. Úgy, ahogy kellene. Nélküle egyikünk se tudja úgy szeretni a másikat, ahogy kellene, mert mit mondott Jézus? Isten, hogy azt mondta, hogy az életét odaadta. Értünk. Hogy ebben mutatta meg az ő szeretetét, és hogy mi is kötelesek vagyunk odaadni az életünket másokért. Ha hogyan lehetséges ez? Isten nélkül lehetetlen. És aztán gyorsan, mert rövid az idő, szeretnék választ adni, egy utat szeretnék mutatni nektek, ahol beléphetünk Isten jelenlétébe. Oké, mert ez a kulcs. Így tudjuk, így vagyunk képesek betölteni ezt a két parancsolatot is, hogy belépek Isten jelenlétébe. És volt egy idős bácsi, aki haldoklott, a halottas ágyán volt, és a lánya oda hívott egy lelkészt. És aztán a lelkész oda ment az ágyához, és aztán így kérdezte tőle, hogy miben tudnék neked segíteni? Tudod, így imádkozzunk, vagy mi? Van kérdésed? Szeretnéd tudni? És akkor azt mondta a bácsik, hogy tudja, én soha, de soha nem tudtam, hogyan kell imádkozni. Hogy megmondanál nekem, hogy hogyan imádkozzak, hogy hogyan legyen ez. És aztán a lelkész egy nagyon kreatív ötlettel állt elő. Azt mondta az idős bácsinak, figyelj, tegyél le két széket egymással szembe. Az egyik székbe, képzeld be, ülj bele te. A másik székbe meg ültesd bele Jézus magát, és aztán csak beszélj hozzá. Ez egy lelki gyakorlat, csak beszélj vele, mintha ott lenne, mintha személyesen ott ülne veled szembe. És valójában tényleg ott ül, mert ő tudjuk, hogy mindenhol ott van. És aztán megcsinálta ezt a bácsika, és aztán egy nap meghalt, és aztán a lelkész ellátogatott a lányához, megkérdezni, hogy mégis hogy van. És az a lány azt mondta, tudja, nagyon érdekes volt, ahogyan meghalt az édesapám. Mert amikor bementem a szobába, akkor a feje ott volt belehajtva a székbe, és mosolygott, és mosolygott. Egy személyes kapcsolata volt Istennel, és ez a személyes kapcsolat átsegítette őt ezen a nehézségen. És ez a személyes kapcsolat segít nekünk abban, hogy minket is átsegítsen nehézségeken, és abban, hogy egymást képesek legyünk úgy szeretni, ahogyan Isten szeret minket. Ahogyan Isten szeret minket. Ez a személyes kapcsolat a kulcs, és remélem, hogy segít most ez az üzenet belépni egyben Isten jelenlétében is, és így megélni a további üzenetet is, amit az Úr akar szólni hozzánk. Szóval csak hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyi Atyánk Jézus, köszönjük azt a mérhetetlen szóval köszönjük, hogy Te vagy. Köszönjük a szeretetet, és köszönjük, hogy Te hajlandó voltál értünk áldozatot hozni, hogy beléphessünk a Te szent jelenlétedbe. Hogy itt élhessünk, és hogy ezek együtt tudjunk végigmenni minden nehézségen ebben az életben. Köszönjük, Atyám, hogy soha nem hagysz el minket, és köszönjük, hogy olyan nagyon szeretsz minket. És csak kérünk, Atyám, hogy áld meg a mi szívünket, vonj be magad jelenlétében folyton folyvás, nap mint nap, és leplezd le, hogy csak is Te rád van szükségünk, és nélküled semmi sem megy. Jézus, áld meg ezt a további időt, az üzenetet, Uram, és hagyd legyünk így a Te jelenlétedben, Te drága szent nevedben. Ámen. Ámen. Nagyon szépen köszönjük. Leesett a szivacs a mikrofonról. Okay. Ja, jó, oké, okay, majd felveszem. Van még egy nagyon tiszteletteljes
kötelességem, van itt néhány bejelentés még a főüzenet előtt. Itt szeretném felhívni a figyelmet az adakozásra, tudjátok, akik online néztek, vagy nem tudtak jönni, utalással tudtak adakozni, illetve akik jelen vannak otthon kín a kosár az ajtónál. Ami nagyon fontos, és gondolom, hogy mindenki örül neki, hogy nem tudom, ki örül neki, hogy lesz online Eurocon, hogyha már élőben nem lesz, akkor Baltimore ezt megszervezi, mi meg igyekszünk azon, hogy nyilván mindannyian részesüljetek ebből. És az a terv, hogy a Facebookon lesz közvetítés, az esti alkalmakat 7 órától tervezzük, és lesz fordítás, és az alkalmak után lesz Zoom közösség. Ez még formálódik, dolgozunk a technikai részleteken, és majd később még ezt fogjuk kommunikálni, hogy pontosan hogy lesz, de erre készülhettek, ez március 9-től 13-ig lesz. Úgyhogy végig is lesz egy kis konferenciánk. És ezután az alkalom után is lesz Zoom, úgyhogy várunk majd titeket szeretettel, hogyha a pásztor Borci befejezte a prédikációt. És még az 1%-ra szeretném felhívni a figyelmet, erről ritkában beszélünk, de nagyon aktuális. Még május végéig, aki adózik, az tud rendelkezni az adója 2x1%-ával, úgyhogy ja, csak tegyétek meg bátran, és a honlapon ott van minden info ezzel kapcsolatban. Ja, úgyhogy akkor most folytassuk az igében. Sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt vagyok. Itt vagyunk. Elmondom, hogy mi történt velem, jó? Mármint egy, nem az egész kis rusnya kis életemet, hanem csak egy apróságot. Fehérváron a többi gyülekezetekkel egészen jó kapcsolatot ápolunk. Képzeljétek el, minden hónapban 9 gyülekezetből találkozunk pásztorok, vezetők, és imádkozunk a városért, a vezetőiért, az országért, az ország vezetőiért, ahogy az meg vagyon írva. És az egyik gyülekezetnek a háli csoportjára meghívtak. Nem mondjuk háli csoportra, ugye majd, hogy én beszélek. Na, lényeg az, hogy volt ott egy ember, aki rögtön az nagyon furcsa volt, csak férfiak voltunk. Csak férfiak voltunk. Egy háli csoport, csak férfiak voltunk, előkerült a sör, ízé akarom mondani. Majdnem. Az egyik férfi kiakadt. Hogy neki ilyen, neki a házassága, a felesége, annyira őszintén tudod, hogy csak néztem. És próbálták csitítani a többiek, hogy na, de hát az Úr, majd imádkozunk, hogy figyeljetek, már 11 éve, már elegem van már, én már annyit imádkoztam, én már annyit csináltam, én már annyi könyvet olvastam, én tényleg próbálkoztam a feleségem felé, de na, szóval kifakadt a srác, és én ismerem régóta. Mondtam, hogy csak úgy próbáltam a többieket csitítani, hogy hadd mondja már el, hát nézzétek meg, hogy milyen fájdalom van az arcán, hát valami valós dologról beszél. És aztán, aki a legjobban akarta csitítani, az is belekapcsolódott, és azt mondja, hát igen, hát náluk is vannak gondok, és egyik férfi a másik után én meg hallgattam. Na, mondom, mintha mindenki ugyanazt a nőt vette volna el. Mondom, gondolom én magamba. Magamba, csak így. És nagyon jó volt az alkalom. Semmi másról nem szól, csak erről. Jól kibeszéltük a feleségeinket. kibeszéltük nem a feleségeinket, hanem a problémákat. És aztán imádkoztunk ezért, speciálisan imádkoztunk azt hívén, hogy az igaznak a buzgóságos imádsága, az hogy is van ez a vers, az
igen hasznos, azt hiszem azt mondja az írás, ugye? És ami elindított bennem egy folyamatot, képzeljétek el, hogy hol tartottam az írásba, János levelét olvasgatom, úgyhogy a Józsi elprédikálta az üzenetemet, de hát ezt már tapasztaltuk néhányszor, hogy ez így működik, hogy az tudjuk, hogy a szellem mit akar mondani a gyülekezetnek. Azt mondja, hogy mondjuk olvasom a János első levele 3:16-tól. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk, mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Akinek pedig van miből élnie a világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká előtte a mi szíveinket. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha a szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez. És akármit kérünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk. Nagyon érdekes, ugye, hogy mondom, hogy Jusuf elprédikálta, Józsi elprédikálta az üzenetet. Az pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében. Ez egy, tudjátok, hívőnek lenni nehéz. Higgyél Jézus Krisztusban. Na de hát, hogy kell benne hinni? Most nézem, egy kicsit kócos a sérom. Hogy kell Jézus Krisztusban hinni? Hát ez annyira megfoghatatlan, nem? De most mit kell csinálni? Főleg, férfiként, nőként. Na, de akkor most mit csináljak? Oda mennek az Úr Jézushoz, miután megetette az 5000-et. Mit csináljunk, hogy az Isten dolgaitval foglalkozzunk? Azt mondja, higgyetek abban, akit ő elküldött. Na de várjál, tehát most... Ugye, nem tudom, hogy ismeritek ezt a történetet, a Lenin elvtárs az első nem tudom, pártgyűlésen, a legvégén, nem tudom hány órán keresztül beszéltek, állítólag Lenin elvtárs felállt a pártértekezet végén, és feltette egy kérdést. Azt mondta, Stodje látj? Elvtársak, Stodje látj? Mi a teendő? Ebből én nem tudtam kihámozni semmit. Mi a teendő? Uram Jézus, segítsen már nekem! Mi a teendő? Nem. Ne csinálj semmit. Higgyél bennem. Higgyél bennem. Zseniális gondolat, nem? Szék, egy másik széket oda teszek, és elgondolom, hogy az Úr Jézus ott van. Mert ő ott van. Ott van. Egyszer behívtak, még akkor APEC volt, és bementem az irodába, és mondom a hölgynek, hogy mondom, van még valaki velem, mondom, azt annak is kihúzom a széket. És a hölgy néz, mondom, nem látható, aki velem van, de itt van. És néz a hölgy, hogy mondom, Én nem tudom, hogy ez szabályos, nem szabályos, remélem, hogy nem tilos, én behívtam magammal Jézus Krisztust ide ebbe a szobába. És aztán 45 percet beszéltünk arról, hogy a hitről, a hit dolgairól,
és az utolsó 15 percben azt mondja, várjon, gyorsan megírom magának ezt a jegyzőkönyvet, jó? Ez már elévült, tehát hogyha ezt valaki hallgatja, ez olyan régen volt, hogy elévült. Na, amit akarok mondani, milyen érdekes, hogy ezt a parancsolatot meg tudjuk csinálni, nem? Hogy hiszünk benne, hogy a hitünknek van egy olyan kifejeződése, hogy keressük őt. János 5-ben azt mondja, hogy és nem jönnek hozzám, tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek, de nem jöttök én hozzám. Nem jöttök én hozzám, hogy életet adjak nektek. És nem tudom, hogy ezt próbáltad-e. Nem igét olvasok, nem imádkozom, hanem megpróbálok valahogy kapcsolódni az Úr Jézushoz. És jönnek a gondolatok, a gondok, az elintézni valók. Ennél nehezebb feladat, de ehhez idő kell. Nekem ez idő kell. Hétközben, amikor dolgozok, én ezt meg se próbálom. Amikor, de viszont, ez az én személyes járásom az Úrral, amikor szabad vagyok, már ugye öreg vagyok, úgyhogy korán felkelek, lebattyogok, és van egy ceremónia. Az első, kiengedem a kutyát. A második, elmegyek vécére. A harmadik, főzök egy kávét. És leülök, csend van, leülök, és próbálok dicsőítést hallgatni, igét olvasni, kérni az Urat, keresni őt. És másfél óra, rendszeresen másfél óra, mire lecsendesedik a szívem, és meg tudom találni az Urat. És ezek olyan elképesztő idők, hogy nem akarom kihagyni. Azért néha sikerül, mert ez természet fölötti. Szeretné senki nem szeretné az Úron kívül, hogy vele találkozunk. Se a fizikai testem, se a szellemvilág, mi még a harmadik, az a jelen való világ, ezt se szeretné. Tehát ne zavarjanak, üzemmódban van a telefonom, próbálok ráfigyelni. Oké. Okay. És aztán mi történik? Amit a Józsi mondott, hogy a vele való időtöltésnek lesz egy gyümölcse. A szeretet. A szeretet. És tudjátok mit? Ez valóságos. Azért mondtam el ezt a történetet, mert ez nem arról van szó, hogy elmegyünk egy házi csoportba, és beszélünk az Efézus 3:5-ről. Ez nagyszerű. Figyelj, ezt csináljuk, ez az életünk, de aztán valaki előáll egy valami valósággal, és akkor azt mondja, hányszor volt ilyen, nem? Hogy tehát mi keresztények vagyunk, maradjál a csendbe. Majd később megbeszéljük, aztán soha nem beszéljük meg. Nagyon Úr irgalmazom nekem. Nagyon sok ilyenben volt részem, mert tudod, előkerül valami valóság, előkerül a valóság, valakinek problémája van a házassággal, és ez valahogy elkezd engem is zavarni, meg elkezdi a másikat is zavarni, meg a harmadikat is zavarni. Ez valami olyasmi, hogy elkezdjük kényelmetlenül érezni magunkat, és próbálunk menekülni a valóság elől. Az Úr Jézus azt mondja, hogy én vagyok a valóság. Én vagyok a valóság. János 14, ugye? Ez a aletea. Azt hiszem, ez, nem tudom, hogy kell kiejteni ezt a szót, de hogy olvasom, így van írva a görögbe. Én vagyok a valóság. Az Úr Jézus ezt mondja. A Példabeszédek 8, egy egész fejezet, egy egész allegóriát írt az Úr arról, hogy ő a valóság. Hogyha nagyon-nagyon menekülünk a valóság elől, akkor az Úr Jézus elől menekülünk. Pár évvel ezelőtt
hát jó pár évvel ezelőtt a Botár Balázs prédikált egyet. Elmondom a történetet, jó? A keresztény házaspár gyerekekkel vacsorázik. A gyerekek szertelenkednek, leesik egy tányér, összetörik és kifolyik a leves. Ilyet gondolom még soha senki nem tapasztalt. És akkor történik valami, a ház feje azt mondja, húha, itt összetört valami, úgyhogy imádkozzunk. Urunk, kérünk, hogy a tányér, az összetört tányért állíts helyre, a kiöntött levest, több opciónk is van, urunk, tisztíts meg, és kerüljön vissza a tányérba, hogy ne vesszen el, de hogyha nem akarod, akkor el is takaríthatod. Tudjuk, hogy nem a bő beszédünkért hallgatsz meg bennünket, de drága nevedben, ámen. Húha, a tányér még mindig a földön, a leves még mindig szétfolyva, megy be a fugák közé. Mi lehet a baj? Mi lehet a baj? Hát azt mondja a férfi, lehet, hogy nem hittel imádkoztam, nem volt elég hit, úgyhogy hallgassunk dicsőítést, drágám. És aztán felkavarodik a szívünk, és újból imádkozunk, és imádkoznak, és tudjátok, hogy mi történik. Felhívják az ima csoport vezetőjét. Ádám! Ádám, Szabó Ádám, nagyon nagy baj van! Összetört a tányér, kifolyt a leves! A fuga már bevette ezt a paprikás színt! Imádkozzunk, jó? Imádkozik az egész ima csoport. Nem jó. Jön az ördögűzés, és egészen addig, Nem tudom, hogy Isten miért nem csinál semmit, még akkor sem, hogyha bőtölünk, de nem csinál semmit ezekkel a dolgokkal. Legalábbis az én életemben nagyon-nagyon ritkán történt meg az, hogy valamit én elmulasztottam el, valami felelősséget elszalasztottam, nem arról beszélek, hogy nem segített, de arról beszélek, hogy nem oldotta meg. Ugye azért mi heten vagyunk. Gondol el ezt, 5x7 alsó gatya, ugye hát lányoknak nem gatyájuk van, hanem bugyjuk van, és akkor a számolatlan zokni, pólók, ingek, ugye hát mind megy a mosógépbe, kimossa a feleségem, idő nincsen arra, ugye tanít, korrepetál, főz, takarít, mos, megvan a kiszállított ruha, kerül a hitvesi ágy, ugye teli lesz vele, és hát reggel megyek dolgozni. És tudod, ekkora ruha kupacból ki kellene szedni egy alsógatyát, egy pár zoknit, pólót, inget, stb. Állandóan az őrület szélén voltam minden egyes reggel induláskor. Felismertem a problémát. El kell különíteni a kis Borcinak a ruháit. És elkülönítettem, csináltam ügyesen polcokat a kazánházba, itt lesznek a zoknik, itt lesznek az alsógatyák, itt lesznek a pólók, stb. Minden. És azóta, mióta csináltam ezzel valamit, azóta van, nincs ez az őrület, nem tudom, hogy értitek-e. Sőt, elkezdtem saját magamra mosni, mert akkor nem keveredik semmivel. Miért mondom ezt? Valóság. Én nem tudom, hogy az Úr miért nem, de ezekben a valóságokban nem nyúl bele fizikálisan. Azt akarja, hogy a kis Borci hozza a szemetes vödröt, összeszedje a cserepeket, óvatosan, tudjátok, óvatosan, hogy el ne vágja a kis kezét, összetakarítson, és mehet minden tovább. Valamikor, nem tudom, 4-5 évvel ezelőtt úsztam az adósságokba. Egyik adósság a másik után. 3 behajtó cég dörömbölt az ajtómon. És ilyen... Hát azért, mert egyszerűen nem néztem szembe ilyen fizikai valóságokkal.
Nem néztem szembe a pénzügyeinkkel, hanem gondoltam, hát én nagyon keresztény módon élek, meg hát az Úr velem van, meg hallottuk a bizonyságokat, hogy semmit nem kell csinálni, csak prédikálom az igét, meg hát én azért az Úrral járok, meg mit tudom én, meg adakozok a szegényeknek. És akkor egyszer valaki azt mondja, hogy mondom, panaszkodok, a kollégám volt, panaszkodok neki, hogy fú, apám, ki fogják kapcsolni a gáz nálunk. 87 000 forint elmaradásunk van, nem tudom, hogy fizessem ki. És hát elkezdett üvöltözni velem a kollégám. Tulajdonképpen azt mondta, hogy te hülye! Hát azt mondja, láttam a gyülekezetben, hogy ennek is adtál, meg annak is adtál, meg annak is adtál. Mert hülyéskedj, 5000 forintok. Azt mondja, figyelj! Az, amit odaadtál, az egy hónapban a gáz elmaradásod. Miközben otthon elmaradásaid vannak, közben te adakozol. És hát ez nem biblikus, nem az adakozás ellen, nem az adakozással van a baj, hanem azzal van a baj, hogy úgy adakoztam, hogy aztán, ugye, amit mond Pál, hogy neked ne legyen hiányod. És szükségem volt rá, hogy valaki rám szóljon kívülről, aki látta az életemet, és aztán elkezdtem rendbe tenni. Értitek, az összetört cserepeket elkezdtem összeszedni és feltakarítani a levest. És amit szeretnék mondani, hogy ez itt a valóságról beszél, és azt mondja, hogy a szívünket így tesszük bátorságossá Isten előtt. És nyilván ez egy kétélű fegyver, mert tudjuk, hogy Isten is, hogy csinálhatunk, amit csak akarunk, a szívünk akkor is vádolhat bennünket. Nem tudom, ki látta a Schindler listája című filmet. A végén nem tudom hány, több mint 1000 embert megmentett, és elkezd sírni a végén ez az ember, és azt mondja, hogy a gyűrűmet, hogyha eladtam volna, azon még egy embert meg tudtam volna menteni. És hogyha a kocsimat eladtam volna, és hogyha még ezt, akkor hány embert? Nem volt elégedett. Nem tudom, emlékeztek erre a részre. Oda mentek a végnek, és azt mondták, ne vicceljen már, nézzen körül. Nem csak minket mentett meg, hanem generációkat. Mi nekünk gyerekeink lesznek, és a gyerekeinknek gyerekei, és mindenki hálás lesz magának. És mindenki megölelte. Ugye a film végén mindenki a vének oda mentek, megölelt, és mindenki megölelte ezt az embert. Nyomorultul élte ez az ember az életét. Mert akármit tehetek, a szívemet nem tudom lecsendesíteni. Talán hallottátok, Luther Márton a bűntudat miatt azt gondolta, hogy talán enyhülést talál, hogyha fölmegy a pápa trónjához a lépcsőkön, és megkérte, hogy üvegcserepeket törjenek össze, hogy össze-vissza vagdalják, hogy ő, hogyha megalázza magát ennyire Isten előtt, akkor azt gondolta, hogy engesztelést talál a szívének, és nem talált engesztelést. Hála Istennek, ő elkezdett gondolkozni, nem azon gondolkozott, hogy akkor valami még keményebb tortúra, hanem azt mondta, hogy hát ennél többet már mit lehet csinálni? És oda ment az igéhez, olvasta, valószínűleg olvasta, hogy a zsidó levélbe a 9. fejezetben, hogy a bakoknak és a bikáknak a vére megszentelt a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Jézusnak a vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel, mennyivel inkább megtisztítja a lelkiismeretünket. És ez, amiről beszél, hogyha vádol a szív bennünket, akkor mehetünk egy felsőbb bíróságra, egy feljebb viteli bíróságra. Mehetünk az Úrhoz, és ott nála ott kegyelmet találunk, ott békességet találunk. De ez is a szellemnek, ez is már a szellemnek a gyümölcse, a békesség.
nem akarok túl sokat beszélni, csak még egy gondolat, jó, mert ezt ismerjük, ugye, ezt tudjuk, hogy mehetünk az igaz bíróhoz. Ezt ismerjük. Azt a részt ismerjük-e, hogy nem kell mindig felmenteni magunkat. Ez egy nagyon, nagyon érdekes gondolat, nem? Hanem szembenézhetek valami nehézségemmel, valami hiányosságommal, valami bűnömmel, valamivel az életembe szembenézhetek. És tudjátok mit, szembe is kell néznünk. Nem kell, bocsánat, visszaszívtam. De tudod, én személy szerint én szeretnék menni ahhoz, aki a valóság. És egyre inkább a valóságban élni. Egyre inkább megtapasztalni az igazi valóságot az életembe. Megtapasztalni azt, hogy tudod, annyi erről hallom, hogy ez a bőség és minek a bőség és a jólét evangéliumát. Hogyha meghallgatnák a Balázsnak a múlt heti üzenetét, ez egy nagyon kiózanító üzenet, ez nagyon, nagyon tetszett nekem. Tudod, járok ezekkel a pásztorokkal össze, és valami egyértelművé vált számomra. Az, hogyha azt mondjuk, hogy több hittel kellene élni az életünket, ezzel nem tévedünk. Ezzel nem tévedünk. Hogyha azt mondom, hogy több bátorsággal élhetjük az életünket, akkor ezzel biztos, hogy nem tévedek. Hogyha azt mondom, hogy több valóság lehet az életünkbe, ezzel biztos, hogy nem tévedek. De én azért a jóléttel kapcsolatban azt mondom, hogy Jób azt mondja, hogy ahogy a tűzből a szikrák fölfelé szállnak, úgy az ember olyan bizonyos, hogy az ember a nyomorúságra született. És csak egy új szövetségi vers, jó, hogy ezen a földön nyomorúságotok lesz, igen. Ezen a földön nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Tehát nekünk lehet bizodalmunk annak ellenére, hogy nyomorúságaink vannak. Ádám mondta, hogy ez egy őrült világ. Ez egy Svédországban, hogyha valamit egy prédikátor mond a homoszexuálisokról, hogyha kiáll a véleménye mellett, akkor börtönbe viszik. Törvény van róla. Itt Magyarországon remélem nincs még, mert akkor engem is visznek. A női mozgalmak olyan, nem is tudom, hogy mit szabad mondani ezzel kapcsolatban, mert nem akarom az egész egyházat bajba keverni. De a női mozgalmak túlzásba vitték, amit csinálnak. Egy tanárt Fehérváron kirúgtak az iskolából, meg akart buktatni egy 12 éves, 12-13 éves lányt, mert nem járt el a testnevelés órákra. A lány feljelentette a tornatanárt, hogy molesztálta, és azért nem járt be a tornaórákra. Minden kivizsgálás nélkül kirúgták. Én nem félek attól, hogy az Úr Jézus visszajön, és nem a COVID miatt gondolom, hogy az Úr Jézus visszajön, de ez, ami itt folyik, ez az elmebetegségnek egy olyan teteje, amit nem tudom, hogy az Úr meddig tűr el Szodomát és Gomorát, úgy döntött az Úr, hogy elpusztítja. Én nem tudom, hogy itt mennyivel vagyunk jobban. Hol is tartottam, és miért is mondtam el ezt? Azt hiszem, hogy ezt azért mondtam el, hogy bajba keverjem magamat, igen. A valóság és a Schlingloff Sanyi mióta mondogatja vissza a valósághoz. Mióta mondja? Mióta 15 éve vissza a valósághoz. Jó, tehát oké, ezt akartam mondani, hogy a fizikai, szándékosan nem testi dolgokat mondok, mert
fizikai dolgokat mondok, a fizikai problémákkal fizikai módon nézünk szembe. A lelki problémákkal lelki módon nézünk szembe. A szellemi problémákkal pedig szellemi módon nézünk szembe. És azt hiszem, ez egy egyszerű bölcsesség, hogyha a kapcsolataimban látom, hogy mindenhol baj van, akkor lehet, hogy mindenki mással baj van. Ez is elképzelhető, de lehet, hogy figyelj, ez Barta Attila mondta nekem nyáron, hogy azt mondja, hogy keresztények nem mernek önvizsgálatot tartani. Nem végeznek önvizsgálatot. Mondom, miért nem? Nekünk kéne a világon a legszabadabb embereknek lenni, nem? Mi nézhetnénk szembe a legnyíltabban, legszabadabban a problémáinkkal. Mi kérhetnénk természet fölötti segítséget. És ettől függetlenül azt látom, hogy meg vagyunk kötözve. Csak még egy ezt a hívőkről mondom. Egy tesóval találkoztam, csak úgy véletlenül találkoztunk, ott dolgoztam, ahol ő dolgozik, és azt mondja, hogy eltanácsolták a gyülekezetből, mert valahol olvasott egy buddha idézetet, és ezt elmondta, hogy ő Buddhától ezt olvasta, és ez neki mennyire tetszik. Wow! Hol van itt a szabadság? És figyelj, még valami kérdés, ezt tudom, hogy ez nagyon, nagyon súlyos, amit most mondok. A Buddhának nem lehetett igaza. Tehát úgy értem, valószínűleg, hogy egy nagyon okos ember lehetett. Nem mondhatott a Buddha valami olyasmit, amire valaki azt mondja, hogy fú, apám, várjál. Nem olvasok túl sok mindent Buddhától, de én nekem nem vagyok buddhista. De értitek, hogy mit akarok mondani? Az első, hogy miért nem lehet az, hogy valaki a kis rendszerünkön kívül mondhat valami igazat. Mindjárt mondok még valamit. És hogyha valaki állít valamit, akkor az írás azt mondja, hogy szelídségnek a szellemével igazítsuk ki. Még egy dolgot hadd mondjak nektek. Nyáron voltunk Vajtán, Bojki Lacinak volt egy ilyen korszakalkotó üzenete a miről a menóráról, mi ez a erről a hétágú gyertyatartóról. És valaki a hátam mögött azt mondja, hogy hallom a beszélgetést, hogy hú, de jó volt. Hallom a hátam mögött, ez nincsen benne a Bibliában így. Én ezt nem fogadom el. Tehát a hétágú menórát, meg a Istennek a hét szellemét összekapcsolta. Ezt nem fogadom el. És azt mondta, hogy hogy lehetséges az, hogy valaki ennyire rugalmatlan. Úgy értem, hogy olyan szívesen oda mentem volna hozzá, és azt mondtam volna, de figyelj, a telefonod nincsen ám benne a Bibliába. Ugye akkor nem használod, ott a kezedben van, azt kérem a telefont. És nincsenek benne kocsik sem a számítógépek, nincsen benne a Bibliába, ugye ezeket a dolgokat se használod. Elvenni tőle mindent is, elküldeni az amisokhoz. Ja, ez nem jó, mert akkor... De értitek, hogy mit akarok mondani. Hirtelen annyira mérges lettem, ugye oda sem mentem hozzám, mert ugye haragból nem kommunikálunk, hogy egy kis rugalmasság, tudod, hívőként, tudod, kis rugalmasság. Szabi bátorított engem évek óta, hogy hallgassak meg egy prédikátort. És rászántam magamat, meghallgattam ettől prédikátortól több mindent. És azt mondtam, hogy fú, apám, valahol tudjátok, mit éreztem, hogy olyan egysíkúak tudunk lenni,
és ebből az egysikúságból hallgatunk valaki más szolgálatból egy üzenetet, annyira felüdítő, annyira kitágítja az embernek a látását, hogy fú, apám, várjál, csak van a... Fú, ezt megint nem szabad lett volna mondani, van a GGV-on kívül is élet. De értitek, én nagyon hálás vagyok, hogy itt nőttem fel, hogy egy kegyelmi környezetben nőttem fel. Amit szeretnék mondani nektek, hogy találkozni minél több fronton a valósággal, ez csak jót tehet nekünk. Ezzel nagyon nagyot nem hibázhatunk, hogy nem csak úgy olvassuk az írást, és azt mondjuk, ez nagyon jó, ez így kezdődik, olvassuk és elmélkedünk, és imádkozunk érte, hanem aztán valahogy a kis életünkbe belehozzuk ezt a valóságot, amiről az írás beszél, és annyira bátorodok ezen, ahogy lépéseket teszek a valóság felé az életem különböző területein, mert még egyszer hiszem azt, hogy ezzel az Úr Jézus felé teszek lépéseket. Okay. Úr Jézus, köszönjük, hogy így összegyűlhettünk fizikálisan is, és köszönjük, hogy figyelhettünk a te igédre, a te gondolataidra, a te szívedre, és úgy látszik, hogy a mai napon a te szíved az, hogy szeressük egymást, hogy ez a két parancsolat van. Köszönjük, Urunk, hogy Józsinak adtad ezt a gondolatot, hogy ebben teljesül be az összes többi parancsolat. Szeretni egymást. És köszönjük, hogy te szerettél egymást, és igen, olvassuk, hogy hogyan lehetséges az, hogy azt mondjuk, hogy téged szeretünk, viszont egymást nem szeretjük. És kérlek, segítsél, Uram, hogy ez a szeretet, ez a kapcsolat, ami egymás között van, ez valódi lehessen, minél inkább valóságos lehessen. Kérünk, Urunk, a te drága szent nevedben. Amen. Hát, nagyon szépen köszönjük. Ez jó volt, nem? Nagyon jó volt. Jó van, hát akkor csak elköszönök az online hallgatóságtól. Isten áldjon titeket, és pár perc múlva kezdődik a beszélgetés a Zoom-on. Csatlakozzatok, a pásztor Duló fogja vezetni. Isten áldjon titeket.